Thank you.
Szervusz, hogy túl vagyunk a Graham Bucky OB futamon. Ismét egy zóna győzelem és egy elég komoly csata Ramler úrra. Hát igen, nem volt lazítás a döntőben, nem kellett integetni a nézőkbe az utolsó körben, mert végig sárga volt a tükröm, de ez nagyon korrekt, Pali. Mi egymással egy évek óta így megyünk. Ő kezdte nálam, mert régen azért voltak harcaink, ő kezdte, hogy kiüt engem, aztán én is kiütöttem, aztán utána egyszer mondta, mikor már jobb kocsikkal mentünk, hogy aki elől megy, az hagyja a másikat, és akkor sokkal gyorsabbak vagyunk, és azóta ez be is tartja, tehát nagyon korrekt ez a Pali. Szerinted a szőlőre meg tudtad volna ugyanígy beszélni? Az ki van zárva. Tanulva a tavalyi fuglói esetben? Az ki van zárva, én annyira haragszom azóta rá, hogy nem tudom, tehát nehéz lenne visszafogni magam, hogyha még egy ilyen eset lenne, bár én higgadt vagyok így versenyzésben, mert az autóverseny nem boxmeccs, de lehet, hogy elkapnám a torkát, hogyha még egyszer úgy kidokna, mint fuglóba tavaly. Milyen volt a hétvége, hogy értékeled az egészet? Hát ez volt a perfekt, erre azt lehet mondani. Időmérő, két futam, mindenhol első és a döntőbe is. És egy olyan ellenfél a visszatérve a Seatosra, aki tavaly itt azt hiszem a döntő 8. vagy 7. lett, tehát azért az a Seat is nagyon tudja, de hát a mi kocsink is most az EB-re elkészült motor az itt is bizonyított, hogy egyszerűen tényleg verhetetlenek voltunk ma. Két hét múlva Kakucsring, szintén zónafutam, szerinted ott is tartható ez a lépés? Hát ott a Kakucson, ott a átcsomóra van nagy pici hátrányom, főleg a Tomi ellen. A Károly Tomi ellen az ő autója kicsit jobban rugózik ott, legalábbis ideig ezt mutatta a többi év. De hát én megpróbáljuk, a pálya is javult, meg talán azért mi is állítgattunk annyit, hogyha ki is hullámosodik, azért talán tudom vele tartani a lépést, vagy előtte menni, hát ez most ott derül ki. De a mairól még annyit nem meséltem, hogy az egyik körben sikerült majdnem fölborítanom a Mitsubishit. Azért ezt nagyon sajnáltam volna az utolsó évben, míg homolog, már hogy ebben lehet vele menni és fölborítom. Hát nagyon balra kellett rántanom a kormányt, hogy visszaessen, úgyhogy két keréken meg nem szoktam menni, úgyhogy elég meleg volt. Ezen a hétvégén megmutattad, hogy zónában mit lehet itt menni. Pár hét múlva lesz itt EV is. Lehet, hogy meg kéne azt is kockáztatni? Hát gondolkoztunk rajta ezután, de ez nem pár hét múlva lesz, hanem szeptemberben, és akkor a mi programunk nagyon sűrű, akkor hetenként vannak a versenyek, és a kettő között, vagy a két magyar futam öleli közben, tehát én nem kockáztatok a magyar bajnokság miatt. Akkor a 8. törpére hajtasz továbbra is? Hát ezt mindenképpen. Mindenképpen. Mário Pócs ugye nem sikerült a legjobban, Tomi 3 vagy 4 pont előnyt szerzett előtte, de szerinted beoszható még az idei folyamán? Hát most mi megyünk 2-vel előtte. Tehát most sikerült ennyit hozni rajta, hogy 2 ponttal vezetünk. Mondjuk ez arra se elég, hogyha a legközelebb ő nyer és én második, akkor megint ő vezet 1 ponttal, tehát ez az évet így fog eltelni. Egyformák a kocsik. Mind a ketten elég gyorsan megyünk, de hát a többieket se kell elfelejteni, hogy azért hátulról úgy támadnak, hogy itt az edzés időkben meg itt már lassan pár tized van köztünk, meg aki negyedik, tehát azért akik hátulról jönnek, azért lassan megveregetnek minket. Köszönjük szépen, gratulálunk ezután a komoly hétvége után, és ezután a komoly eredmény után, és hamarosan vár a dobogó. Köszönöm szépen.